Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az előbb felolvasott 8. Zsoltárból, és onnan újra az előbb hallott ige szakaszból kiemelve szeretném a 2. verstől a 10. versig olvasni Isten igéjét. Ó Urunk, mély felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tengerösvényein járnak. Ó Urunk, mély felséges a te neved az egész földön. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, szokták mondani, hogy az vagy, amit megeszel. Nyisd ki a hűtődet előttem, és megmondom, hogy ki vagy. Vagy csak a vasárnapi menüdet küld el, és egyértelmű, hogy milyen ember is vagy te. Talán ez is igaz, de a mai Zsoltárunk alapján egy másik igazságot is meg lehet fogalmazni. Az vagy, amit nézel. Egészen konkrétan pedig az vagy, amiben gyönyörködik a szíved. Az vagy, amire figyelsz, amiről beszélsz, ami betölti a te lényedet. A nagy kérdés az, hogy feltesszük-e magunknak azt a kérdést, hogy vajon ténylegesen, igazán mi az, amiben gyönyörködünk. Nem egy tudatos folyamatról van ugyanis szó. Nem mindig tudatosul az, hogy a szívünk miben lel örömet, mi az, amit dédelgetünk, amiben gyönyörködünk? Hogy ki tudjuk-e mondani legalább néha, legalább saját magunknak, hogy mik azok a legbensőbb vágyaink, amelyek motiválnak bennünket, amelyek nyomán fájdalmas kudarcnak élünk meg mások által esetleg nagyszerű sikernek tartott eseményeket is. Mert nem tudjuk kimondani, hogy kik is vagyunk. Nem szoktuk elmondani, megfogalmazni, és azért nem is kerülünk bele abba a helyzetbe, hogy őszintén tudjuk megvizsgálni, miben is gyönyörködik igazán a szívünk. Pedig nagyon fontos történet, nagyon fontos kérdés, és a Szentírás lapjai, a Zsoltárok különösen is tele vannak ezzel a kérdéssel foglalkozó énekekkel, imádságokkal. Mert meggyőződése a Zsoltároknak, hogy az vagy, amire nézel, és ahogy nézel rá, ahogy a szemed felnyitod ebben a világban, az meghatározza azt is, hogy ki is vagy, és kivé fogsz válni igazán. Két dolgot tesz itt a Zsoltáros az imádságában, és odaállhatunk mellé, ha van hozzá kedvünk, bátorságunk, ha érezzük a meghívást ebben a rövid kis imádságban. Két dolgot tesz. Először is figyel, valami nagyon furcsa és számunkra szokatlan, mélyre hatoló, éles tekintettel, és ennek nyomán dicsőíti Istent. Ezek nem tűnnek olyan igazán súlyos kérdéseknek, már csak mondjuk a múlt heti témánkhoz képest is, amikor háborúról, éhínségről beszéltünk, de mégis úgy gondolja a Zsoltáros, és a Szentírás egy jelentős része, hogy ezek kulcskérdések az ember, hogy így mondjam, életminősége, de talán mondhatjuk így boldogsága szempontjából is. Hogy mit nézünk és hogyan látjuk. Hogy miért nem látjuk meg Isten felségességét ebben a világban. Hogy miért gondoljuk azt igazán a szívünk mélyén, ki sem mondva, főleg így a templomban nem szeretjük ezt megfogalmazni, hogy valójában Istent picinek, jelentéktelennek látjuk, akinek nincsen döntő súlya a mi életünkre nézve sem. Hiszen hogyan lehetne ő hatalmas, a világ mindenség ura, ha még a legközvetlenebb hozzátartozó, hívő, a nevét magukon viselő emberek életét se tudja döntő módon befolyásolni.
Pedig arról beszél itt a Zsoltáros, hogy Istent a munkáink keresztül tetten lehet érni ebben a világban. Meglátható, észrevehető, méghozzá olyan alapvető, szinte magától értetődő jelenségek, hétköznapi dolgok területén veszi őket észre a Zsoltáros, amelyek itt vannak előttünk is. Gyermekek és csecsemők, és a csillagos ég, amelyre felnézünk. Jó, hogyha megállunk itt egy pillanatra, mert nem véletlenül van pont ez a két dolog itt megemlítve. Gyermekek és csecsemők és a csillagos ég. Mindkettőben van valami felfoghatatlan, valami misztikus, valami az emberi értelem számára nem teljesen megragadható, habár újra és újra, egyre jobban és jobban látszólag uraljuk és értjük ezeket a kérdéseket. De a gyermek fogantatása az még mindig nincs teljesen a kezünkben. És habár fellőjük a csodálatos űrteleszkópokat, még mindig számtalan kérdése van a világegyetemnek, amit még fel se tettünk, nemhogy megválaszoltunk volna. Az élet apró csodája, és a világegyetem elképesztő mérete és titokzatossága, és a skála két pontján álló szélső érték között, talán kimondva, kimondatlanul minden más is, Isten felségéről és dicsőségéről beszél ebben a világban. A nagy kérdés, hogy meglátjuk-e, hogy nyitottak vagyunk-e még erre, tudunk-e rácsodálkozni egy csecsemőre, vagy épp a csillagos égre. A gyermeki, a sokak által lesöpört, nevetségessé tett csodálkozással tudunk-e odafordulni a világ egyszerű jelenségeire. Hogy örülünk-e, megcsodáljuk-e egy-egy természeti jelenséget. Mikor hajoltunk le utoljára egy virágszálhoz, és láttunk meg valami mögöttes, azon túlmutató és bennünket gyönyörködésre indító dolgot. A napokban olvastam, hogy egy apró, pici, leginkább a fürdőszobában létező kártevőről, egy picike kis bogárról, amit talán észre sem veszünk, amikor hajnalban kibotorkálunk a mosdóba, milyen gyönyörű módon lehet csodálatosan írni. Hiszen majdnem 400 millió éve itt van ez a kártevő velünk. Már az ősember fürdőszobájában, vagy fürdőbarlangjában is ott volt, és csodálatos módon kísérel bennünket. Egy pici kis rovar, amely oly sok mindent elárul ennek a világnak a működéséről. És amikor egy-egy ember, akár gyermek, csecsemő szemébe nézünk, belepillantunk a talán fájdalmaktól kissé szürke és elhomályosult tekintetébe, vagy az örömtől csillogó, repeső, mosolygó arcába, meglátjuk azt a két lábon járó csodát, aki egy a milliárdból, a sok-sok milliárdból, itt ezen a kis sárgolyón, és akire mégis gondot visel a világot teremtő Isten. Rácsodálkozunk még erre. Tudunk gyönyörködni benne, egymásban és a világban? Talán nem, és ez a legnagyobb probléma. Pedig oly sok felgyülemlet, rettegést, szorongást, félelmet, jelen és jövő nagy-nagy kérdései, kihívásaival szemben állva, ez a csodálkozó, gyönyörködő pillantás tudna igazán gyógyítani. De ki akarják ölni belőlünk? Ugye, az ellenség és a bosszúálló, akit el kellene némítani, ahogy a Zsoltáros mondja. Csak beszél, és nem akarja, hogy felnézzünk, hogy lássunk, hogy egymás szemébe pillantsunk, hogy meglássuk az embert, Isten csodás teremtményét egymásban. Csak beszél és beszél a bosszúálló, belénk csepegteti a mérget. És az a furcsa, hogyha kis dózisban érkezik a halálos méreg, előbb-utóbb hozzászokik a szervezetünk. Mintha az emberi hangra nyitott fül és a teremtett világra szegezett szem itt szembe állna egymással. Látunk-e igazán, vagy csak hallgatunk? Halljuk a rengeteg hazugságot, amely körbevesz bennünket. És az ellenség módszerei ismertek, oly sok módon próbálja kitépni a virágszálat a kezünkből, próbálja a csecsemőkről elvonni a tekintetünket, földre szegezni az egyébként égre néző pillantásunkat. Oly sok módon. Azt mondja, hogy mindig mindent analizálj. Ne ragadj meg a felszínen, szedj szét darabokra. Nem baj, ha nem tudod újra összerakni. A lényeg a halomba rakott kirakós, ami felett boldogan ülhetsz öntelt emberi büszkeséggel, hogy szétszedtem. Én meg tudom mondani, hogy miből áll. A nagy kérdés mindig az, hogy össze tudod-e rakni újra.
Istennel kapcsolatosan is ez a nagy probléma. Próbáljuk őt szétszedni, megismerni a magunk furcsa megközelítésével, minél több nézetet, részletet, háttértudást, filozófiai okoskodást vele kapcsolatban, fontos vagy kevésbé fontos istenérveket, de mit ér az egész, ha nem tudsz legalább egy-egy pillanatra, mosolyogva, átszellemülten dicsőíteni, imádkozni és kimondani csak ezt az egy mondatot, mily felséges a te neved az egész földön. Mily felséges a te neved az egész földön. Szeretlek, Uram. Minden teológia innen indul. Minden Istenről való beszédnek innen kell kiindulnia. A másik módszer, amit oly sokan szeretünk, ugye, amit talán így lehet leírni, az egyrészt másrészt módszere. Az okoskodásba csomagolt cinizmus, ami olyan, mint amikor egy finom palacsintába romlott lekvárt rakunk. Első pillantásra nem vesszük észre, csak akkor, ha beleharapunk, de akkor már ott van, bennünk van. Legfeljebb kiköpni lehet, de sokszor inkább lenyeljük. Amikor azt hirdetjük, hogy mindig minden relatív, nincsenek fix pontok, minden és mindenki, bűnös, gonosz, csak szürke van, fehér és fekete nincsen. És ezért nincsenek hősök, nincsenek nagy történetek, és már nem is vágyunk rá. Furcsa mód, ha valaki manapság az egyház történetéről beszél, tudományos vagy akár csak hétköznapi, egy pohár bor melletti beszélgetés során, csak és kizárólag bűnöket, hibákat, nyomort és fájdalmat tud említeni. Sok esetben legalább akkora túlzásokkal, mint ahogy korábban csak és kizárólag az erényeket, a jót és a szépet emelték ki. Az egyik legkomolyabb szellemi gyilkosság, amit a bosszúálló és az ellenség elkövet velünk szemben, amit el kéne némítani, az pontosan ez, amikor le akarják gyilkolni egy közösség hőseit, emlékeit és múltját. És milyen érdekes, hogyha fellapozzuk a Bibliát, amit segítségül hívhatunk ilyenkor, amikor ezek a mérgező cseppek közelednek felénk, és a tiszta vízbe bele-bele csepegtetik körülöttünk, akkor meglátjuk, hogy Istennek valójában nincs semmi szüksége az ő létezését bizonygató érvekre és bizonyítékokra. Az Ószövetség nem érvel Isten mellett. Egyszerűen leszögezi a tényt, aki nem látja meg Istent ebben a világban, aki nem hisz benne, aki nem veszi őt komolyan, az bolond. Nincs értelme vele vitatkozni. Nem érvel, nem bizonyít. Nem akarja a hőseit sem, pontosan ezért, mert annyira szilárdan áll ezen a talajon, és néz az ég felé, nem akarja a hőseit tökéletesnek feltüntetni. Nem farag belőlük szobrot, és mégis szerethető, követhető, azonosulásra hívó példa, létező ember lesz belőlük, példaként létező emberek. Azért, mert Istennek nem az érveinkre van szüksége. Nincs szüksége a mi hőstetteinkre, tökéletességünkre sem. Mert azt mondja, hogy gyermekek és csecsemők szája által építi hatalmát. Csecsemők, akik sírnak, akik csak gügyögnek, hogyan tudják Isten dicsőíteni? Talán pont ezzel az egyetlen tulajdonságukkal, hogy semmi más nem csinálnak, csak sírnak és megvigasztalódnak. Csak sírnak és megvigasztalódnak. Milyen jó lenne, ha mi is csak ennyit tennénk. Csak sírunk és megvigasztalódunk Isten atyai ölelésében, hogy ezeket a legszemélyesebb tapasztalatokat, pont a kicsiségből, a törékenységből fakadó gyengeséget és erőtlenséget is meglátnánk Isten jelenlétében. Állítólag megtörtént egyszer az 1910-es években, hogy a hírhedt galilei kör tagjai, akkor szabadgondolkodók, ateisták, szocialisták ültek össze vita délutánokra. Egyszer az egyik ilyen vita délutánon szavazásra bocsátották, hogy vajon létezik-e Isten. És hát kisebbségbe került Isten létezése. Jegyzőkönyvbe vették, hogy Isten nem létezik, mert leszavazták. Túl lehet lépni a történeten. Isten kisebbségben maradt. És ma sem lepődnénk meg, akkor azonban sokan kiakadtak ezen. De a legérdekesebb az, hogy akár közömbösen lépünk túl ezen, akár kiakadunk és bosszankodunk az istentelenségen a világban, valahogy Istent, mintha ez annyira olyan módon, mint ahogy bennünket foglalkoztat, nem érdekelni. Egy síró gyermek, egy jászolban fekvő, állatok közt pihegő, apró csecsemő, erősebb érv, meggyőző bizonyíték Isten léte, személye mellett, mint az egész tudományos akadémia filozófiai osztálya együttvéve mondjanak akármit is. Kisgyermekek szavai, csecsemők sírása.
hogyan tudnak ők a maguk naivitásával Istenről beszélni. Folyton leseperjük őket. Egy anyukával esett meg nemrég, amikor a kislánya, kis óvodás kislánya, amikor éppen elég kétségbe esett volt, és sok feszültség volt benne, önkéntelenül pedig nem volt szó éppen a beszélgetésben Istenről, csak felé fordult, és ennyit mondott neki. Anya, az Isten nem haragszik. Anya, az Isten nem haragszik. És mennyire igaza volt, milyen éles szeme volt, pedig írni-olvasni sem tud. A Szentírás így csodálkozik rá Istenre, engedi, hogy a valóság, amit lát, amit él és tapasztal, az ne csak az értelmét, hanem az egész lényét megszólítsa, a szívét mozdítsa meg, mert ott születik a dicsőítés. Anya, az Isten nem haragszik. Milyen megnyugtató mondat ez egy gyermek szájából. És miből fakad és áll ez a dicsőítés? Mi szeretünk Istenről beszélni. Tudunk vagy sem, az már más kérdés, de szeretünk, mert olyan kellemes biztonság érzetet ad, hogyha beszélhetünk róla. Olyan ez, mint amikor egy alig ismert embert, ahogy véget ér az első találkozás a háta mögött, már rögtön berakjuk valami dobozba. Megállapítjuk, hogy gőgös, rossz indulatú, vagy bármilyen. Mert jó érzés az, hogy én ismerem őt, hogy uralom valamilyen módon és birtoklom, hogy felette vagyok. Mert tudok róla beszélni, megállapítást tudok róla tenni. Az Istenről való beszédnek is ez a nagy veszélye. Azt gondoljuk, hogy kezünkben van az Isten szívéhez adott kulcs. Majd mi kinyitjuk, majd mi megfejtjük őt, Istent. És akkor jön ez a Zsoltár, ami pont az ellenkezőjéről beszél. Azt mondja, hogy az igazi figyelem, a szent gyönyörködés kivezet ebből a téveszméből. Feltárja, hogy Isten és ember között mi az igazi különbség. És fel tudjuk tenni őszintén a rácsodálkozó kérdést. Micsoda a halandó? Ki vagyok én, hogy Isten foglalkozik velem? Még embereket sem érdeklek sokszor. Oly sokszor érzem azt, hogy senkit nem izgat igazán, hogy ki vagyok én. És azt a valakit, aki ezt az egész világot teremtette, kézben tartja galaxisok milliárdjait, aki újra és újra új életet fakaszt ebben a világban, azt én ennyire érdeklem? Kedves testvérek, tényleg érdek nélkül szeret bennünket Isten, mert nem szorul rá a mi dicsőítésünkre, mert megvan nélkülünk is, és mégis érdekeljük őt. Naponta kellene ebbe az egyetlen, kisgyermekek által is felfogható gondolatba beleremegnünk. Kellene a térdünknek remegnie reggelente, amikor tükörbe nézünk és feltesszük ezt a kérdést. Kicsoda vagyok én? Kicsoda ez a halandó, törékeny, napról napra öregebb ember, aki visszanéz a tükörből, akit ennyire szeret ez az Úr. Ha nem mozdít meg bennünket ez az egyszerű gondolat, akkor jobb is megállni, letenni a lantot és egy kicsit elgondolkodni. Mert ebből fakad Isten nagyságának, függetlenségének, és mégis kegyelmének a megismeréséből az ember igaz ismerete is. Mert amikor megállunk egy nagy hegy előtt, akkor jövünk rá igazán, hogy milyen aprók vagyunk is mi. Ezt mondja, kevéssel tetted kisebbé. Érezzük, remélem, a költő finom, ám mégis határozott iróniáját. Csak kevéssel tetted kisebbé. Milyen nagy és hatalmas az ember? Persze, a marhák, a mezei vadak, a halak felett. De az Istennel szemben, ezzel az Istennel szemben alázatra int ez a valóság, amikor megállok vele szembe. És mégis mekkora hatalmat, felelősséget kaptunk egymással és a világgal szemben. De ez a kevés különbség, legalább ez az apró pici különbség, még leggőgösebb pillanatainkban is maradjon meg. Testvérek, nézzünk Isten alkotására. Ismerjük meg őt ezáltal. Nézzünk a gyönyörű világra, nézzünk rá a gyermekre. Nézzünk rá, bárcsak így lenne, hogy meglátjuk Isten hatalmát rajtuk keresztül. De mégis hol itt a baj, amit olyan szépen leír itt a Zsoltáros? Miért nem megy ez a hétköznapokban? Nem mondja ki, de ott van. A probléma az, hogy az ember gőgös, hogy ez nem elég neki. Ez a kevés különbség, amiből a dicsőítés gyönyörű pillanata fakadhat, néha oly soknak és oly nagynak tűnik, hogy át akarjuk ugorni azt a szakadékot. Matematikai képlettel élve talán minél jobban érzem az Istenre szorultságomat, minél nagyobb ez a kevésnek tűnő különbség, annál jobban tudom őt dicsőíteni. Milyen jó, hogy a gyermekek képesek az egójuk letörése nélkül, nem mindig, de sokszor elfogadni a kiszolgáltatottságot,
hogy rá vannak utalva valakire. Nekünk felnőtteknek olyan nehéz ez az üzenet. Azt megértjük, hogy urak vagyunk oly sok minden felett. Az egész világ a lábunk alatt, a lábunk előtt hever. De az fontos, nem vagy ura Istennek, és éppen ezért nem vagy ura önmagadnak sem. Ahogy Jézus felteszi a kérdést, ki tudja közületek az életét akárcsak egy arasznyival is meghosszabbítani? Senki. Nem vagy ura az életednek, ennek a legalapvetőbb feltételnek, hogy mettől meddig élsz. És ott kezdődik a felszabadult dicsőítés, amikor el tudom engedni az uralmat a saját életem felett. Amikor már nem csak arról van szó, hogy Isten felett nem tudok uralkodni, hanem magam felett sem. Amikor engedem, hogy Istennek, ahogy írja a Zsoltáros, gondja legyen rám, hogy gondviselő legyen. Ebből fakad a személyes kapcsolat. Már többé nem üzleti viszony, nem arról van szó, hogy adok és kapok. Eljövök a templomba, és cserébe kapok egy kis áldást. Szolgálok neki, és majd ő megjutalmaz. Hanem végre én csak akkor vagyok igazán én, ha vele vagyok kapcsolatban. A hangom csak akkor értelmes, és nem a zajt erősíti, ha őt dicsőíti. Mert egyébként csak értelmetlen gügyögés és fájdalmas ordiválás. A létem csak akkor nem vészel értelmetlenül a világegyetemnek, ebben a felfoghatatlan, zűrzavaros, kiismerhetetlen kavalkádjában, ha az ő kezét fogom. Amikor végre már nem csak tenni akarok Istenért, hanem egyszerűen csak dicsőíteni. Beállni a csecsemők, síró, nyivákoló kórusába és velük együtt énekelni Istennek. Mély felséges a te neved az egész földön. Megdobban a szívünk erre a mondatra. Oda bújunk a csecsemők mellé. Engedjük, hogy Isten ringasson bennünket velük együtt. Gügyögünk és énekelünk. Ez a mondat semmit nem mond rólunk, csak róla. De mindent elmond rólam, ha ki tudom mondani. Hittel, alázattal. Mély felséges a te neved az egész földön. Testvérek, így dicsőítsük a mi Urunkat. Énekszóval. Így dicsőítsük a mi Urunkat az ő kegyelméért, hozzánk forduló szeretetéért. Az úrvacsorában is. Úgy legyen. Ámen.